Egész eddig választásról beszéltünk, beszéljünk akkor most is választásról. Kincses Gyula volt egészségügyi államtitkár a vendégem. Jó reggelt kívánok! Önre még csak most vár a választás, ugye? Egészen pontosan november 29-én, 30-án tartja majd a tisztúító gyűlését a MOKA Magyar Orvosi Kamara, és mondjuk úgy, hogy mondhatom azt az ellenzéknek, a jelenleg regnáló Éger Istvánnal szemben, mondjuk úgy, hogy ön a jelöltje, tehát ön mondjuk úgy az ellenzék jelölt. Mik az esélyei? A hat pontosítsak, nem az ellenzéknek. Tehát mi nem... Az újratervezés csoport. Csak mi nem ellenzék szeretnénk lenni, hanem azt gondoljuk, hogy a tagságot mi képviseljük. Kincses tehát úr, akkor én nem akarom pontosítani, ha valaki egy regnáló elnök ellen elindul, akkor az bármilyen szinten az ellenzék. Igen, csak ezt a különbségtételt azért kellene megtenni, mert nekünk nem Éger István személyével van bajunk, hanem azzal a működési móddal, ahogy a kamara dolgozott, hogy van egy elnökség, ami önálló életet él, és a tagsággal nem volt érdemi kapcsolata, ezért mi azt mondjuk, hogy most a tagság az elnökség ellen meccs folyik, nem Kincses versus Éger ellen. Rendben van, hogyha véletlenül ez az újratervezés csoport nyer, tehát mondjuk ön lesz a Magyar Orvosi Kamarának a vezetője, mennyivel mondjuk úgy, hogy orvos politizál, egészség politizál másképpen? Azt gondolom, hogy az alapelvekben, hogy milyen egészségügyet szeretnénk, nincs érdemi különbség még a kamara eddigi deklarációi és az én szakmapolitikai elveim között sem. A különbség ott van, hogy mi azt mondjuk, hogy az egészségügy folyamatosan változik, ezért nem valamilyen visszavágyásra van szükség, hogy ne változzon semmi, csak több pénz legyen, hanem a változásoknak aktív részeseinek, nem ellenzőinek kell lenni, egy korszerűbb, betegbarát, betegbiztonságot garantáló egészségügyre van szükség, és ehhez van szükség pénzre. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy több pénz kell, és az mindent megold, hanem azt mondjuk, hogy egy jobb egészségügyet létrehozó program kell, és ehhez kell pénz, ehhez kell bér. Rendben van, akkor nézzük a konkrétumokat, hogyan oldanám például meg azt, hogy vannak kórházaink, van egészségügyi ellátásunk, letelik egy adott év, mondjuk egy naptári év, és a következő évben megint azt olvassa például a felhasználó, az újságíró, a kedves nézőnk, hogy akkor ennyi 10 milliárdot vagy annyi 10 milliárdot tesznek bele kórház konszolidációba. Tehát magyarul valahol ez a pénz elfolyik. Egyrészt elfolyik, másrészt kevés a pénz. Tehát igen, a létező struktúrát, és azt, hogy fejlődik a technológia, újabb és újabb gyógyszerek jönnek be. Ugye Gulyás Gergely most mondta, hogy 34 milliárdot tesznek bele a kasszába, ennek egy jó része azért van, mert olyan gyógyszerek, amelyek régen csak egyedi engedéllyel, különleges keretből voltak finanszírozhatóak, végre bekerültek a hadrendbe, és ezek viszont nagyon drágák, ezeknek a költségét bele kell tenni. Tehát ha nincs benne az egészségügyi kasszában az a pénz, ami szükséges, akkor mindig visszatérően csak arról beszélgetünk, hogy miért kevés ez a pénz. Ugyanakkor határozottan azt gondoljuk, hogy a technológiai fejlődés, az új technikák, a gyógyszerek, hogy nem kell már mindennel kórházban feküdni, egynapos sebészet, nappali kórház, lehetővé teszi azt, hogy egy korszerűbb szerkezetben kevesebb, de jobban felszerelt kórházi ágyak legyenek, kevesebb telephelyen folyjon aktív gyógyítás, sokkal több legyen a rehabilitáció, centrumok legyenek, illetve prevenciós központok, és mi ezekben a változásokban nem ellenzők akarunk lenni, hanem támogatók. Rendben van, tud nekem akár egy pénzösszeget, akár egy időintervallumot mondani, hogy melyik az a pillanat, amikor Magyarországon eljön az a nap, amikor nincs paraszolvencia. Van-e barátrokod, ismerősöd valamelyik érsebészeten? Be tudsz engem juttatni a Kovács doktort, én ismerem, a Takács doktor majd odaszól. Tehát, hogy ez a fajta hűbéruralmi rendszer nem áll fönt. Kettő, hogy nem kell az adófizetői pénzt minden évben arra költeni, hogy tavaly mennyi folyt el valahova. Tehát magyarul, hogy egy olyan működő egészségügy van, ami üzletileg kifizethető, és nem gyakorlatilag rokonbarát ismerős módon működik, és nincs benne paraszolvencia, tehát hálapénz. Azt azért szeretném egyértelműsíteni, hogy az orvosi kamara partnersége ebben önmagában kevés. Tehát ezért nem tudok időpontot mondani. Mi készek vagyunk erre a lépésre, mi várjuk azt, hogy végre tisztességesen, szakmai szabályok szerint hálapénz nélkül gyógyíthasson az orvos, vagy dolgozhasson az orvostársadalom. Erre várunk 1950, nem tudom hány óta, amióta Gerő Ernő erről beszélt. Abban is különbség van a két csapat felfogása között, hogy mi a csepegtetett, utólag odadott béremelést nem látjuk
elégségesnek, illetve politikailag hasznosnak, hiszen mindig valamilyen hiánykezelés történik, míg ha egy lépcsőben egyszer végre egy tisztességes forrásnövelés lenne, és ez bizony 400-500 milliárd forint, akkor lehetne azt mondani, hogy végre az egészségügy prioritás a kormányzatban, itt van egy érdemi béremelés, itt van a működés feltételeinek a lehetőségének a megteremtése, és tessék ezért partnerségben tiszta szabályok szerint működni. Érvön ellen az, hogy ön volt már egészségügyi államtitkár, tehát gyakorlatilag akkor azt mondhatják, hogy miért nem akkor valósították ezt meg? Ez a része nem merült fel, de az, hogy én ellenem folyó kampánynak ez a központi eleme, hogy én a gyűlölt Gyurcsány kormánynak voltam az államtitkára. Tehát ez az érv, ez elhangzik, de nem szakmai köntösben, hanem kizárólag politikai mezőben. Nézzük, említette a centrumokat, a kórházközpontokat. László Imre, Újbuda újonnan megválasztott polgármestere például arról beszélt, hogy felesleges és pazarló a kormány szuperkórházra vonatkozó terve, ezért leállítaná annak építését. Egyébként ő a Szent Imre kórházat fejleszteni tovább, ennek volt ő az igazgatója, egyetért vele, vagy pedig egyetért azzal, amit Orbán Viktor mond ezzel kapcsolatban, hogy ő úgy gondolja, hogy stadionstopp van, és nem kórházstopp, tehát ő ezen meg is lepődött. Alapvetően egyetértek, és gondolom, hogy László Imre is úgy gondolja, hogy a Szent Imrét nem renoválni kell, hanem oda nagyon korszerű új blokkot is kell építeni, de sokkal költséghatékonyabb lenne, és a lakosság számára jobban megközelíthető, hogyha a Szent Imréből lenne szuperkórház. Tehát nem az a probléma, hogy szuperkórházat akar építeni a kormány, hanem ne egy kórházra menjen el mindaz a pénz, ami van, hanem több kórház rendbehozása és korszerűsítése történik. Tényen meg mindenből. Mikor lesz az az időintervallum, az alagút végén legalább a fényt látja, amikor az ember csettint és azt mondja, hogy a magyar egészségügy az rendben van? Azt gondolom, hogy számtalan apró lépéssel érdemi javulást lehet elérni, de még egyszer mondom, hogy a nagy lépést mikor lépik meg, ez kormányzati és nem kamarai kompetencia. Kincses Gyulának köszönjük, a választás után pedig visszavárjuk ide a stúdiót. Köszönöm szépen.